rabok legyünk, vagy szabadok! Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, Rendszerváltók című magazinunk második részét látják. Az első adásban személyes visszatekintést kaphattunk a korabeli események szereplőitől. Ma egy kicsit objektívebb tájékoztatást ígérnek nekünk azok, akik ugyan ott voltak az események tükrében, de megpróbáljuk egy kicsit történelmi kontextusba is helyezni az akkori dolgokat. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Tilcsik Györgyöt és Kozma Gábor. Tilcsik György nyugalmazott levéltárigazgató, és akkoriban a Vas megyei levéltár igazgatója volt. Kozma Gábor közíró újságíró, pedig hát az Éhen Gyula kör elnökeként személyesen is részt vett a dolgok sűrűjében, vagy az események sűrűjében, ha fogalmazhatok így. Mégis arra kérem most a Gyurit, hogy indítsunk egy kicsit távolabbról. Egyrészt te hogy keveredtél az események sodrába? A legfontosabb év, tehát a rendszerváltás szempontjából az igazi átütő év az 1989-es év volt nyilvánvalóan. Én nekem akkor az a szerencsés sorsban volt részem, hogy az év jelentős részében Budapesten voltam német nyelvtanfolyamon, ugyanakkor pedig hát hétvégenként hazajöttem, és így valamelyest tájékozódhattam egyrészt a Budapesten lejátszódott nagy fontosságú eseményekről, ugyanakkor pedig nem maradtam le arról sem, ami hát Szombathelyen történt. Az év középső harmadában voltam nagyjából itthon, és aztán az év második felében megint csak ugyanez a dolog játszódott le, de hát úgy nagyjából a 89-et szerencsésen, így tulajdonképpen két lakiként éltem meg, és még annyi szerencsém volt, hogy azon a német nyelvtanfolyamon egy olyan hölgy is járt a tanfolyamra, aki az akkor már létező és igen fontos szerepet betöltő független jogászfórum tagja volt, aki pedig hát ha nem is első kézből is, hát nem nyilvánvalóan annyira intern és fontos információkat, de hát azért sok olyan adatot, ismeretet megosztott, amely hát más számára nem volt hozzáférhető. Mindjárt beszélünk arról, hogy mi volt ez a független jogászfórum, de a Gábort is szeretném arról megkérdezni, hogy te hogy keveredtél nem az események sodrába, mert hogy újságíróként nyilvánvalóan azért figyelemmel kísérted, hogy mi történik, de hogy aktív szereplője is lettél az eseményeknek. Hát igen, de Vasnövényen dolgoztam, egyetlen lap volt akkor a megyében, a megyei tanács és a megyei párbizottság lapja, a Vasnépe. De hát 50-60-an voltunk a szerkesztőségben, különböző irányzatok, gondolatok is jelen voltak. Én akkor elég sokat foglalkoztam rockzenével, tulajdonképpen a Lord együttest ilyen kvázi menedzseltem. Koncertekre jártam velük, turnéztam velük, hasonló dolgok, és érzékelni lehetett, hogy itt már kezd változni minden. És amikor ugye megjött a Gorbacsovéra, szóval beszél erről Gyuri, akkor már egyértelművé vált, hogy biztos, hogy nem úgy fognak menni a dolgok, hogy addig mentek. És el is jutottuk 88-ig, most ugrok egy nagyot, tehát kihagyom ezeket az állomásokat, és 88-89-ben akkor már pezsgett a szerkesztőség. Akkor már nagyon markánsan elkülönültek vonalak, és egy nyári napon megkeresett Ádám Károly úr, aki ugye Szombathelyre került, és azt mondta, hogy egy ilyen független, úgy mondták, hogy alternatív szervezetet hozzunk létre, és arra gondolt, hogy írásaimat ismerve, hogy én megyek ebben részt, és akkor ugye még mondta, hogy még két embert megkeres, a Barna Tamást, aki mérnök volt, illetve mérnök most is, és a dr. Kövér Istvánt, aki ugye jogász volt, akivel már egyeztetett, és akkor így négyen hozzunk létre egy szervezetet, és így alakítottuk meg, később az Éhen Gyula kört, és akkor tényleg bekerültem a dolgok sűrűjébe, úgyhogy... De lehetett, hát ha úgy tetszik, az egyetlen helyi lapmunkatársaként megengedett volt, vagy hát, eltűrték, elnézték, hogy válasz ilyen szerepet? Nézd, én 40 évet húztam le a sajtóban, nekem az egész 40 év a konfliktusok sorozata volt. Tehát olyat egy olyan újságíró, aki azt mondja magáról, hogy középenális centrista, mert én ezt mondom magamról, és így is viselkedek mai napig, mindenki nem tudja megúszni, tehát lehetetlen megúszni, a politika mindent elkövet, minden oldalról elkövet, hogy megegyen. Tehát ez tiszta volt. Ott is az volt, hát nyilvánvalóan, amikor a Éhen Gyula kört alapítottuk,
főszerkesztő úr beivatott, akkor főszerkesztő elvtárs beivatott, és mondta, hogy döntsem el, mit akarok, mert én pártlapnál nem dolgozhatom. Hát megmondtam, hogy hát ezt várjuk meg, hogy hova megy ki a dolog, nem biztos, hogy pártlap lesz. Hát ebben egy kemény viták voltak, meg hasonlók, és hát ahogy múlt az idő, ez az úgynevezett türelmetlenség úgy ment át egy valami egészen más történetbe, és amikor ugye megerősödtünk, ha mondjuk így, tehát 1988 novemberében megalakult az Ilyen Gyula kör, akkor már aláírással, meg egyesületi szinten, akkor alapvetően megváltozott a helyzet. Tehát 89-ben akkor már a pártlap sem volt igazán pártlap, és hát ugye visszadom a szót a Gyurinak, mert ugye ezek voltak azok a 88-89-re forduló idők, országban is gondolom Pesten ugyanígy tapasztaltad, ami szinte robbanásszerű, elsőprő erejű változásokat indított be. Nem tudtuk követni mi, akik csináltuk. Nem tudtuk követni az eseményeket. Mi volt ebben a szerepe az általad említett jogászfórumnak? Hát a jogászfórum az 1988 novemberében alakult, mégpedig az ELTE jogi tanszékén, illetve jogi intézetében, ahogy a neve mondja, tényleg valóban független jogászokból álló szervezet volt, mégpedig azzal a célral jött létre, hogy az akkor már látható és érzékelhető, tehát 88 novemberéről beszélünk, az akkor már látható és érzékelhető változásokat, tehát a változásoknak a jogi, közjogi tartalmát tulajdonképpen előkészítsék. Tehát ők szakmailag, ezek magasan képzett, aztán később hozzá kell tenni, hogy igen magas szintre jutottak, hogy mondjuk messze nem menjünk, mondjuk Sólyom László is tagja volt a későbbi közszak. Nem joghallgatókról, hanem a Kónya Imre, aki később belügyminiszter lett, vagy éppen a Sólyom László, aki hát köztársasági elnök, akik hát mind a ketten alkotmányjogászok, ők elsősorban azzal próbáltak, illetve azt próbálták meg előkészíteni, és ennek az egész jogi hátterét kidolgozni, hogy a majdani átalakulást, tehát az egész közjogi rendszert majd hogy lehet úgy átbillenteni az úgynevezett szocializmusból egy valami másfajta rendszerbe, hogy ez tulajdonképpen mindig kevesebb megrázkodással történjen. És hát aztán a jogászfórum körül, a független jogászfórum körül azután hát egyre többen kezdtek gyülekezni, és később hát valójában a jogászfórumnak nem csak ez volt a jelentősége, amiről eddig beszéltem, hanem az is, hogy később mellette és körülötte, illetve a jó néhányan, akik a független jogászfórumban részt vettek, a hozzájuk csatlakozó, illetve a pártok által delegált személyekből alakult ki aztán később az úgynevezett ellenzéki kerekasztal, amelynek szintén óriási szerepe volt már a későbbiek során, ez már 89-ben volt, de még 88-ban vagyunk. Na most azért hadd mondom, még egy picit menjünk előbbre is, hogy még egy kicsit nézzük meg azt, de csak tényleg ugrásszerűen, hogy hígult fel a rendszer. No, hát én tulajdonképpen azt mondom, és talán ebben egyetérthetünk, hogy a legelső fontos dátum, vagy az egyik nagyon fontos dátum az 1985 márciusa. Ekkor választották meg Gorbacsovot a Szovjetunió kommunista pártjának első titkárává, és ezt követően, hát ha nem is azonnal, de érezhető volt az, de egyébként kombinálódva, vagy hozzátartozott ehhez, tehát maga az egész Gorbacsov személyisége, aki tulajdonképpen átlátta, ahogy végigjárta a Szovjetuniót, rájött és észrevette, hogy ez az egész úgy, ahogy van, tarthatatlan, amihez persze még keményen közrejátszott az is, hogy hát abban a gazdasági versenyben, amely a két nagy szuperhatalom között zajlott, ezt a versenyt a Szovjetunió elvesztette. Amerikával szemben. Természetesen. Na most nekem egy osztrák barátom azt mondta érdekes kifejezéssel, hogy az Egyesült Államok Tóth Gerüstet, a magyarul halálra fegyverkezte a Szovjetuniót, tehát addig fejlesztették és fejlesztgettek rendszereket, stb. Olyanokat is, amelyekről, mint később kiderült egyébként, nem voltak megvalósíthatók, ilyen volt például az egész csillagháborús dolog. Ez kiderült, hogy ez egy kamu volt. Belekergették vagy a pénzt a fegyverkezésre. Így van, ami azt jelentette, hogy így van. Na most ehhez járult még, itt Sugja a Gábor is teljesen igaza van, a másik, ami egyébként szerintem sokkal inkább a Gorbacsov számára volt egy borzalmas tükör, ez Csernobil, 86 április. Amikor rájön, hogy valójában micsoda egy ország tetején ül, amelyik az elején tudjuk, hogy mi történt, napokig próbálták elhallgatni a dolgokat, aztán hát persze ebben nem menjünk bele, mert ez most nem ez a főség. Tehát magyarul ő egy pillanat alatt rájött arra, hogy egy tulajdonképpen egy széteső, tehát egy gyakorlatilag egy olyan hatalom, vagy olyan struktúra, egy szerkezet tetején ül, amelyet sokáig nem lehet tartani. Na most ehhez járult hozzá még, hogy akkor az Egyesült Államok elnökét Ronald Reagannek hívták, akiről annak idején, amikor megválasztották, azt hitték, hogy egy egyszerű kis hollywoodi bohóc, egy másodosztályú színész volt, de kiderült, hogy ilyen, és egy idős ember, kiderült, hogy ilyen
virulens elnök az Egyesült Államoknak talán azóta sem volt, mondjuk az Obamát, vagy a fiatalabb Bush-t és a leszámítva. Tehát magyarul, és ebben a Reagannek is óriási szerepe volt. Na most a következő, már Magyarországon is hozzá kell tenni, hogy ezek az események, illetve ezeknek a hatásai már Magyarországon is éreztették hatásukat, itt csak nagyon röviden. 1985 Monoron létrejön egy találkozó, ahol egyébként a reformkommunisták, az 56-osok, ellenzékiek, már az akkor formálódó és létező különböző ellenzéki mozgalmak képviselői, reformközgazdászok kezdtek arról beszélgetni, hogy mit és hogyan lehet átalakítani, és hogyan kell majd átalakítani az országot. A következő fontos lépés az két év múlva van, 87, az első lakitelki találkozó, amelyen már hát kimondják tulajdonképpen a verdiktet, miszerint Kádárnak mennie kell. Tehát ekkor már a magyar társadalom, egészen pontosan a magyar társadalom egy speciális rétege, az értelmiség, tehát az értelmiségi elit már ezt kimondja hangosan, világosan és érthetően mindenki számára. Persze természetesen ez a párt, mármint hogy az akkor létező MSZNP, hát hogy is mondjam, szóval Fülének, hát hogy is mondjam, hát nem volt kedvező zene, és megpróbálták hát minden eszközzel ezeket a mozgalmakat, ezeket a pártokat hát akadályozni. Létrejön az MDF 1987-ben, következő évben létrejön a Fidesz, létrejön az SZDSZ, és már megindulnak ezek a pártszerveződések, és ezeknek megalakulnak azután a helyi szervezetei is, és valójában hát ez az a közeg, amiben a Gábor által említett folyamat, tehát egy újszerű, mármint hogy az Ilyen Gyula kör egy újszerű kezdeményezés volt, mert nem párt alapon szerveződött, hanem ez egy valóban alulról szerveződő mozgalom volt, amelynek hát ez egyébként nyilván még talán szó lesz róla, hát én legalábbis az igazi előnyét és hallatlan érdemét abban látom, hogy ő nagyon korán alakult meg, befolyással tudott lenni a folyamatokra, és nagyon-nagyon sokáig működött, hozzá kell tenni, hogy eredményesen. Most még egy óriási különbség. 1988. március 15-én még a Tamás Gáspár Miklóst és az Orbán Viktort a Batthyány örökmécsesnél még megverik, inzultálják a rendőrök. Egy évvel később már Budapesten 100 000-es tüntetés van a televízió előtt, ahol Cserhalmi György felolvassa a 12 pontot, a nemzet 12 pontját, amely a szabad, demokratikus Magyarország hát létrehozása és hát kialakítása mellett tesz hitet. Tehát itt ez az egy év, amikor hát a magyar belső viszonyok, illetve hát a külső viszonyok is, tehát a külső hatalmi tényezők is egy irányba mutatva tulajdonképpen hozzá kell tenni, hogy nem csak Magyarországon, hanem az egykori hát szocialista országok mindegyikében többé-kevésbé, nem egyforma mértékben, de hát hihetetlen erővel nyomják egy irányba az eseményeket. Közintézmény vezetőjeként és történészként is nyilván egy izgalmas szerep volt az, hát igen, figyelni az eseményeket, igen, és azért, részese lenni a történelemnek. Már csak azért is, mert szerintem valamennyien így voltunk, hogy még 89-ben már talán azok is, akik kevésbé voltak fogékonyak, vagy kevésbé fogékonyak a történelem nagy változásaira, akkor már érezték és érezniük kellett, de szerintem mondjuk 1985-ben, mondjuk amikor a monori találkozó van, akkor Magyarországon szerintem nem sokan hitték azt, hogy itt valaha létrejöhet egy ilyen típusú óriási átalakulás, mégpedig ilyen rövid idő alatt, és hozzá kell tenni, hogy végül is békés körülmények között. Ezt én kétszeresen is aláhúznám. Azt említette Gyuri, hogy az Éhen Gyula kör befolyással bíró független szervezet volt. Mi lehetett az oka annak, hogy volt ilyenfajta ráhatása az eseményekre? Vagy befolyása? Ugye én is visszamennék oda, hogy 88 őszén, tehát amit a Gyuri elmondott, akkor mondjuk el helyben, jó? Hogy itt hogy volt. Tehát itt is volt azért egy ellenzéki csoportosulás, már jó ide, ezt úgy hívták, hogy Életük Szerkesztősége, Petr György főszerkesztésével, Péntek Imre, Ambrus Lajos és főleg Molnár Miklós író úr, aki egyébként az egyetlen volt a messze földön, aki valóban börtönbe is került a nézeteért, de ez egy másik kérdés. Tehát én ebbe a csapatba részt vettem, odasodrottam, meg később tudatosan részt vettem, be is fogadtak, tehát láttam belülről. Ez volt az a műhely gyakorlatilag, ami megteremtette a rendszerváltás minimális feltételeit Szombathelyen, illetve megteremtette az úgynevezett összefogó ellenzékiségnek a bázisát. Ebből nőtt ki aztán az MDF egyébként, ők alapították meg, ez az egyik. És 88 őszén ez a Forgó utcai székház volt akkor az Életünk székház.
és akkor jött a Csengei Dénes és a Csurka István, ugye, valóban, ahogy mondtad, és ők nagyon-nagyon merész dolgokat mondtak ott el nekünk. A legmerészebb az volt, amikor a Csengei szinte félve, nem is a Csurka, Csengei, szinte félve említette ki, hogy akár ebből még az is lehet, hogy tárgyalni tudunk a Szovjetunióval, a szovjet csapatok kivonásáról, de azt mondta, ez a legjobb esetben is 20-25 év. Ez volt az alapállás. Tehát 1980 őszén, és mindegy, hogy utólag ki, hogy magyaráz meg írát történelmet, 88 őszén felelős értelmiség egyáltalán nem hihetett abban, hogy itt a rendszer egy-másfél éven belül megváltozik. Ez egy alapállás. Tehát egy 88 őszén az a 38 ember, aki annó belépett és aláírta egyébként a 170 érdeklődőből a TIT székházba, TIT szerepet is szeretném azért, mert említsük meg a TIT-et, mert nagyon is részt vett a reform folyamatokban, a hétfesti találkozások például, amikor ugye olyan embereket, Lengyel László, akkor ugye már ugye reformközgazdásznak számított, tehát hívott meg, oda is települt egy mag, és tulajdonképpen az ilyen nyúl a körnek. Igen, ezek egy beszélgetések voltak, akkor kérdéseket lehetett feltenni, hát olyan beszélgetések voltak, kapni. Olyan beszélgetések voltak, hogy az emeleten volt az előadás, a nézők pedig az utcán várakoz, álltak. Tehát folyosó tömve, terem tömve, kis terem tömve, utcán álltak. Hát így volt, úgy volt, hasonlított egy kicsit az 56-os eseményekhez, amikor a Petőfi körben. És a lényeg az egész az, hogy aki aláírták, azok nagyon nagy kockázatok vállaltak, nem tudták, hogy mi lesz. És ugye én akkor tulajdonképpen három nagy állomást emelnék. Az egyik, amit a kezedbe tartasz, ugye az első független kiadvány, az Ilyen Gyula Kör kiadványa, ebben Kovács Jenőnek nagy szerepe volt akkor, a Ilyen Gyula Kör. Igen, ez egy ennek az a lényeg, hogy nem volt cenzúrázva. Tehát ezt úgy adtuk ki, hogy mi megírtuk és megcsináltuk. Ezt nem volt cenzúrázva. Ez volt az első igazán független, legálisnak mondható kiadvány Szombathelyen. Ezt nagyon fontosnak tartottuk. Aztán a másik nagy állomás volt 89-ben a trianoni megemlékezést, amit először csináltunk, ugye? Leve 88-ban már volt egy 5-6-os megemlékezésünk, majd utána Trianon, amiből rendszert csináltunk. Ez is akkor 600 ember előtt folyt, de egyszerűen megrodgyantotta a helyi gyávaságot és fékeket. Meg kell említenem valamit. 89-ben is, amit a második, a legfontosabb dokumentum, a helyi ellenzéki kerekasztal, így van hiteles dokumentuma. Az egyik a Gyurinál van, a levéltárban, a másik nálam, így van. És igen, ez egy valóban történelmi emlék. Akkor annak, aki mondjuk nem követte olyan nagyon nyomon az eseményeket, mi volt az ellenzéki kerekasztal? Volt egy ilyen országos fórum is, és helyben is volt. Ez a helyi. Így is mondtuk, hogy helyi EKA. Tehát tulajdonképpen ez volt helyi EKA. Hát ezt ugye az Ilyen Gyula Kör, az MDF, az SZDSZ és a Fidesz alkalmazotti, és a Fidesz városi csoportja, mert két Fidesz volt Szombathelyen. Tehát ez a kettő írta alá. Azért hadd idézek belőlem, nem sok pont van, amit megfogalmaztak, ez egy együttműködési megállapodás tulajdonképpen, ami az uralkodó politikai hatalmi tényezőkkel csak együttesen, közösen kialakított platform alapján tárgyalnak bármely helyi vagy országos jelentőségű politikai kérdésben. Az együttműködés nem érinti a résztvevő szervezetek önállóságát és függetlenségét, az együttműködés szervezet és folyamatos biztosítása érdekében a résztvevők delegálnak megbízottakat a kerekasztalhoz, és további pontok még, hogy havonta ülnek össze, valamennyi döntést egyetértésben hozzák meg, és nyitott az ellenzéki kerekasztal minden olyan független politikai, szellemi mozgalom vagy szervezet számára, amely nem részese a hatalomnak, vagy nem a hatalmat gyakorló párt szövetségese. Tájékoztatják egymást minden nyilvános rendezvényről, igen, és ezeket a rendezvényeket támogatják. Ez a testület arra szolgált, hogyha valami gáz van, mert fönt állt egy gyors lecsapás, ez tényleg ez egy, meg is írom a könyvembe, egy gyors lecsapás lehetősége, mert bizony, hát mondjuk ki, erről nem sok szó esett, én akkori egy bizonyos megyei titkár elmondta, hogy Pesten komolyan fölmerült, hogy esetleg a ellenzékeket begyűjtik, illetve a tüntető tömegbe belelőnek. Ez benne volt a papírban. Ez nagyon ismerős lehet pár évtizeddel előtt, az előttről. Na most hadd tegyem ezt hozzá, hogy most nyilván hallják a nézők itt ezt a megfogalmazást, ez egy picit óvatoskodónak tűnik, de akkor el kell mondjam, hogy ez egy átütő jelentőségű dolog volt. Valóban óvatoskodó, persze, hát nem tudták, senki nem tudhatta, hogy mi következik holnap. Köszön. Tehát itt egy hétre előre nem lehetett tudni, hogy valójában most hogy alakulnak a háttérben az események. Ma már utólag persze minden világos, és azt mondjuk, hogy az események, vagy tulajdonképpen ezek a folyamatok mind egy irányba hatottak, ami persze nem egészen így volt, mert azért itt voltak keresztbe, sőt, ellenirányú folyamatok is. Gondoljunk csak mindarra, bár ez nem a mi dolgunk, ami mondjuk az MSZNP-ben lejátszódott. Hogy fordul át, és aztán
mind a mellett ez megint csak nem a mi dolgunk, hogy ez egy óriási nyűge lett aztán, szerintem is egy picit hátránya is az egész átalakulásnak, hogy az MSZMP-n belül nagyon sokáig a retrográd erők visszatudták tartani a folyamatokat, míg nem aztán az egész dolog elindul, de ne felejtjük el, kicsit előreugrunk, hogy mire az MSZP megszűnik, vagy az MSZMP megszűnik, és az MSZP megalakul, az már 89 ősze, késő ősze, az már október, november, de addigra már gyakorlatilag a folyamatok már mind elrohantak. Tehát tulajdonképpen az uralkodó párt éppen a hezitálásával elveszítette a kezdeményező képességét. Most visszatérve a nagy ellenzéki kerekasztalra, ami hát 1989 márciusában alakul meg, és aztán majd később ez alakul át nemzeti kerekasztalra, ez már azt jelentette, hogy itt az egyes pártok delegáltjai, plusz a Független Jogász Fórum képviselői elkezd, egyébként az anyaga hozzáférhető, tehát akit az érdekel, ez több száz órányi anyag, hangfelvétel olvasható is, látható is, követhető is. Tulajdonképpen már immáron már konkrétan azoknak a törvényeknek a részint már szövegszerű változatát tárgyalták, de elsősorban az alapelveket próbálták meg lefektetni, amelyek mentén majd az új magyar és 89. október 23-án kikiáltott magyar köztársaság hát fel fog épülni, de ez korábban volt. Az már egy másik kérdés, és ez egy nagyon érdekes mellékszál, de hát nem tudom, hogy mikor érdemes róla beszélni, de talán egyszer igen, vagy talán éppen itt és most, hogy végül is aztán a már ekkor elkezdődött az a típusú ellenállás, vagy ellentét a pártok között, miközben már létrejött egy szövege az EK-nak, majd pedig a Nemzeti Kerekasztalnak. A Nemzeti Kerekasztalhoz csatlakozott az MSZP, illetve az MSZMP, majd MSZP, és az úgynevezett harmadik oldal, aki hát egy ilyen megfoghatatlan és nehezen megállapítható szakszervezetek, nőszövetség, mit tudom én, ki mindenki tartozott hozzá. Végül is aztán két párt, illetve egy dologban nem tudtak megegyezni, vagy végül is dűlőre jutni egész, és emiatt aztán az SZDSZ és a Fidesz nem is írta alá az EKA jegyzőkönyvét, ez a köztársasági elnök választása. Tudnilik, az MSZP akkor egy picit összejátszva, vagy legalábbis hát nem tudom, hogy mennyire összejátszva, lehet, hogy túl erős a kifejezés, de úgy gondolva, hogy a Pozsgainak, aki egyébként akkor nagyon népszerű ember volt. Ő ki volt? Pozsgai. Titulusa szerint? Pozsgai, akkor már nem, hát hiszen a Pozsgait akkor már akkor hidegre tették, nem, hát akkor még nem jött vissza. Tehát lényeg az volt, hogy a Pozsgainak esélye volt valóban arra, hogyha itt lesz egy, tudik, az volt a kérdés, hogy mikor válasszák meg a köztársasági elnököt? Az országgyűlési választások előtt, vagy után? Az után természetesen azt jelentette volna, hogy azt már a parlament választja meg, vagy válassza meg, legyen közvetlen választás. És ebben az ügyben aztán hát indított egy hatalmas, nagyszabású, és végül, mint kiderült, sikeres programot, vagy kampányt, az SZDSZ és a Fidesz, amihez aztán többen csatlakoztak, ez volt az úgynevezett négy igenes népszavazás, ami ott négy kérdést kettek fel, amelyek kapcsolatosan háromban elsőprő többség volt. Ez volt az egyik, hogy az MSZMP vagyonát el kell számoltatni, a munkásőrséget fel kell számolni, és a harmadik, hogy igen, hogy a pártszervezeteket a munkahelyekről ki kell tiltani, tehát hogy ne vessenek részt. És a negyedik volt az, hogy hogyan kell a köztársasági elnököt választani. Most az első három kérdésben 95%-os többség volt. 95, ebben 6105 szavazat döntött összesen. És döntött úgy, hogy ne legyen közvetlen választás, hanem a parlament válassza meg majd a köztársasági elnököt. Azt már csak előre mondom, hogy a köztársasági elnököt aztán majdnem egy évvel később választják csak meg. 1990. augusztusában akkor lesz Göncz Árpád a végleges köztársasági elnök, mert volt egy ideiglenes köztársasági elnök is, akit Szabad Györgynek hívtak, de hát ő belőle pedig akkor magyar parlament elnöke lett. Két dolgot még említenék, sok eseménye volt a körnek, és persze közben pártok is ugye megalakultak és erősödtek, de két olyan, ami nemzetközi visszhangot is keltett, és az egész országban, de tulajdonképpen példaként is szolgált az akkori megújuló sajtóval. Az egyik az a nyilvánvaló szervezőként részt vett a kör, egyik meghatározó szervezője volt a 89. március 15-i főtéri szabadságtér, ugye akkor úgy hívták, főtéri eseménynek, tehát a ünnepségnek, ahol a dr. Gyulász Ferenc mondott beszédet, nagyhatású beszédet, és elég sokan voltak, 8000 ember. Kicsit azért ezt tegyük tisztában, ezt mindig olyan misztikusan emlegetjük, a 89. március 15-i szombathelyi eseményt, a műsor szignáljában is látható belőle részlet. Ez miért lehetett sarokpontja
az eseményeknek? Hát egyik sarokpontja. Tehát igen, nyilván. Ugye nyilvánvalóan ez volt a látható. Ez volt a látható, ez volt a demonstratív, ez olyan dolog, hogy egy kutató egy szobába 2 évet eltölt, azt se tudják, hogy él, és lehet, hogy megalkotja, mit tudom, a világ megmentésének az a képletét. Ugyanakkor meg egy másik kutató, meg jópofa módon diszkózik, aztán a média teleszúrja vele a világot. Tehát most, hogy mondjam, azért ez nem így van, tehát nyilvánvalóan nem akarom lebecsülni a 89-es március 15-i esemény, de ez egy nagyon nagy demonstratív, mindenki számára látványos és érzékelhető esemény volt, hogy itt valami megváltozott, itt valami meg fog változni. Ez volt az igazi üzenete. És nem lehetett az is, hogy egyáltalán én is kifejezhetem az érzéseimet azzal, hogy ott vagyok? Ezért akartam folytatni, de nem az volt, aminek látszott. És tulajdonképpen vissza kell csatolni az eltelt 30 évre. Nekem például ez az egyik legnagyobb csalódásom, ami utána folyamatában bekövetkezett. Egyrészt, mert nem alakult ki az a polgári Magyarország, amiben hittünk, ezt felejtsük el. Nem jött létre az erős civil hálózatok, rendszerek szövetsége, ami a nyugat-európai demokráciákban, és eléggé hatásosan működik semmilyen területen. Ez sem alakult ki. A harmadik pedig az, hogy újra megismétlen nem az volt a tömeg, aminek látszott. Tehát mi azt hittük, sokan elhittük, én legalábbis elhittem, hogy itt most 8000 ember kiáll azért, hogy itt semmifajta restauráció most már nincsen, MSZNP elkergetve, a fejlődés, a demokrácia megy a maga útján. Nem igaz. A 8000 ember közül legalább, vagy 8000 embernek, vagy legyen kerekszám, 10000. 10000 embernek a 80%-a nem azért ment ki a térre. Azért ment ki a térre, mert látni akarta, hogy ki lehet-e menni a térre. Ez egy teljesen emberi reakció volt, hiszen benne volt a levegő, hogy lehet szervezkedni. Aztán azért ment ki, hogy mi történik. Aztán azért ment ki, hogy vajon ez nem árt-e az ő addig megszerzett kádári kispolgári erényeinek, illetve vagyonának. A kis balatoni kis nyaralójának, a kocsijának, a munkahelyének. Jogos volt a félelme. Jogos volt az aggodalma, mert ez a tömeg, ennek a tömegnek a nagy része el is veszítette gyorsan az állását és a munkahelyét. Szombathelyen 1992-ben a gyárak nagy része bezárt, tönkrement. Leépült a pamutipar, leépült a latex, a járműjavító, nem sorol, mert mindenki tudja, a cipőgyár, tejipar. Hát tönkrement minden. Több tízezer ember került utcára. Tehát a rendszerváltásnak volt egy nagy nyertes része, ez főleg az akkori értelmiségi, politika csináló, stb. Össze lehette rakni, de most nem rakom össze, és volt egy óriási vesztesége, ez a munkásság volt, az akkori munkásság volt. A falusi lakosság, jól mondtad, itt beszélgettünk, meg lehet nézni, hogy mi ez. Nem tudta. Tehát azért mondom, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hogy most itt, ahogy a Gyuri is mondta, hogy megy előre, meg szépen, dehogy is. És akkor még egy dolgot hadd mondjak el, mert már nagyon időnk, hogy a másik nagy esemény, amik a körnek, mert végig is a kör hozta ide, ez pedig a Lenin szobor letakarása. Ez valóban jelentős esemény volt, 90-et írunk már, ugye kör követelte azt a városi tanácstól, hogy vigyék el, a tanács ezt nem tette meg határidőre, 90. március 15-én, ezért letakartuk a szobrot. Nagyon ütőképes kis tábunk volt, nagyon látványos volt a történet, de az sokat mondó, hogy a szobor letakarás sakor keletkezett ott, köszönhet a taxisok CB rádióinak, jött oda 200-300 ember drukkolni, meg hát örülni, meg tapsolni, meg úgy támogatólag, viszont én reggel 8-kor kimentem és felmérést végeztem a téren, ott volt a BBC, ott volt a svéd király televízió, és még egy amerikai tévé. És oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy honnan tudnak egyáltalán erről meg. Hogy lesz, vagy igen, hogy volt? Igen, a Magyar Nemzet egy minuszos hírben megírta, ez tény. Elküldtem nekik, nem is gondoltam, hogy lehozzák, megírta, és lejöttek. És a szombathelyi Lenin szobor letakarás volt az első. Lenin volt a Denkmál, ő volt a mozdíthatatlan, ő volt a Varsói Szerződés a keleti tömbnek az első számú embere. Ezt akartuk le. Ez volt az első ilyen akció. Tehát a keleti tömbben Szombathelyen volt először fizikailag. Ez volt, ezt szoktam mondani viccesen, ez volt a forradalmi tett. Ez volt az igazán ilyen szempontból. Fizikailag a letakarás, és a BBC meg a többi TV oltából berongott egész Európát. Nyilván a hazai tudósítói stábjuk. Így van. Tehát tulajdonképpen ez volt, és sose felejtem el, hogy odajött egy akkor helyi politikában fontos szerepet játszó ember, és azt mondta nekem, odaállt mellém, miközben a tömeg újjongott és tapsolt. Oda jött mellém, ez egy akkor nagyon befolyásos párt volt, nem fogom megmondani neked ki, és azt mondtam mellém, hogy te egy politikai hulla vagy. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy vajon ezt most miért mondtál? Tulajdonképpen ezért küzdöttük, nem? Pont ezzel az emberrel? 5 hónappal előtte? 6 hónap előtte? És akkor úgy megéreztem valamit, hogy itt...
De ez hogy lehet? Tehát eltelt már egy év 89 márciusa óta, ahogy említetted, ez 90 márciusában volt. Igen, és akkor hogy lehetett még mindig kérdés az, hogy ezzel a cselekedettel valami olyat teszel, ami miatt politikai hulla leszel? Nem ők tették meg. A pártok, a Gyuri jól elfölvezette ezt, a pártok úgy alakultak, először is nem a semmiből így van, irányzatokból, de valahogy úgy alakultak, hogy nem volt érdekük. Nem volt érdekük, hogy mondjam, nyíltan demonstrálni a rendszerváltást. Ez a rendszerváltás, ami egyébként egész Kelet-Európában végbe ment, ez egy felülről irányított Gorbacsov régen féle rendszerváltás volt, ami egyébként a sors iróniája éppen most ezekben a hónapokban ér véget, egy Putin-Trump paktummal, valószínűleg most cserélik le. Úgy Európa újra felosztása, talán így is mondhatnánk. De ebben nem menjünk bele. De ez akkor így működött. Tehát tulajdonképpen a pártoknak nem volt érdekük, hogy több történjen annál, mint amit ők meghatároztak és eldöntöttek többek között a Nemzeti Kerekasztalnál, illetve más csatornákon. Sem az MDF, sem az SZDSZ, sem a Fidesz nem állt mellénk. Ez csak az Ilyen Gyula körül csinálta. Tehát tulajdonképpen a leggyűlöltebb szimbólumnak a letakarása és eltávolítása egy civil szervezet feladatául maradt. Cáfoljanak meg. Miközben a pártok már egyébként a választásra készültek. Most még egy dolgot hadd mondok, itt azért az ünnepeknek, mert erre is irányult a kérdés, a két jelentős ünnepnek azért nagyon szimbolikus jelentősége volt. Az egyik a március 15, tudjuk miért, mert hiszen valójában hát a polgári Magyarország egyik fogózó pontja volt az 1848, a másik pedig, hát ami sokáig tabutémának számított, az meg 56. Most e tekintetben is voltak rendkívül fontos dátumok, hadd említem meg, ez meg 1989. januárja, amikor is Pozsgai Imre, kimondta ezt a bizonyos mondatot, és ennek azért volt roppant jelentősége, mert ez az egész kádári rendszer, egyik... Ezt a mondatot ezt csak adás előtt mondtad ki, ha jól emlékszem, igen? Az adás idő alatt akkor még bocsánat, nem, akkor tegyük meg akkor most itt, hogy mire hivatkozunk. No, tehát arról van szó, hogy az október 23-a az azért volt roppant fontos, mert egyszerűen a kádári rendszernek az 56 az egy támadhatatlan toposza volt. Egész pontosan a Kádár, ha valamiről nem lehetett, nem volt szabad, még érintőlegesen se, bárki, akár egy költő, akár egy írásmű, akár bármi érintette 56-ot, azonnal bezúzták. Gondoljunk, most majd talán szóba kerül egyszer majd valójában a média szerepe. Tehát maga az a tény, hogy 56 támadhatatlan volt. Pozsgai 89. januárjában kimondja, hogy 56 nem ellenforradalom volt, hanem népfelkelés. Na most ez valójában a Kádár János, aki akkor már tulajdonképpen elmentve, vagy kimentve, már tulajdonképpen súlytalan szerepet játszik, de végül mégis egy szintű, egy rendkívül komoly csapás volt az egykori Kádár rendszerre, és nem véletlen, már csak azért is, mert hát mondom, a Kádár, ha valamiről erről akkor nem akart volna beszélni, és ama bizonyos nevezetes utolsó beszédében, amelyet a központi bizottság előtt tartott, az a teljesen konfúz, összekeveredett beszéd, ott is ilyen búvópataként visszatér az 56, amiből hát érezhető, hogy neki ez az egész dolog mennyire is, hát, hogy mondjam, szóval a gondolkodása középpontjában állt. És ezért esik aztán a választás nyilvánvalóan 1989. október 23-ára, mert ez megint egy szimbolikus időpont, mert ekkor kiáltják ki a Magyar Köztársaságot, amit egyébként paradox módon egy Szűrös Mátyás nevű ideiglenes köztársasági elnök kiállt ki, aki egyébként korábban moszkvai nagykövet volt. De valahol ez is benne van egy picit ebben az egész... KB titkár volt. Tehát ebben az egész 56-os átalakulásban, vagy bocsánat, 89-es átalakulásban ez is benne van. Tehát, hogy az 56, és hát most nem is beszélve ilyenekről, bocsánat, mert erről még talán beszélni kellett volna, hogy elindul persze a halottak, tehát a 301-es parcella kihantolása, stb., amiből aztán hát létrejön persze majd aztán hát 89-ben hát az újratemetés. Még Gyuri, egy kösz, hogy mondtad, igen, 56. Még egy dologra föl kell ide, ott viszont a pártokkal együtt voltunk tényleg, ott ez egy nagyszerű kiállás volt, és óriási konspiráció előzte meg a szerkesztőségbe, mármint az életük szerkesztőségében, és ott volt az akkor alakuló helyi televízió, Sibinger Jancsi volt a szabadító MDF részéről, ő is részt vett ezen, és
akkor beszéltük meg a mai 56-osok terén lévő emléktábla. Ez pedig a másik, egyetlen, meg ugye mindig mondom, hogy mi az, ami tárgyi maradt fönt. Az egyik, ami nem maradt fönt, az a Lenin szobor, a másik, ami egyetlen tárgyi emlék ebből az időből, tárgyi emlék, az pedig egy emléktábla, egy egyszerű kis márvány emléktábla, azt hiszem Csinger Péter véste ki, az 56-osok terén, ahol ugye az SZDSZ, az MDF, a Fidesz és az Ilyen Gyula kör által szövegezett 56-os hősökről szól. Emlékszem, hogy egy hétig vitatkoztunk egy-egy szón, hogy például a gyilkosok szó szerepeljen benne, vagy ne, jól mondan, vagy például a hősöket hogyan írjuk le. Volt, amikor kivettük, volt, amikor visszaraktuk, és végül is a legkeményebb, tehát egy fejlődési folyamat volt, a legkeményebb szöveg volt. Még egy dolgot említek, ahogy ugye nem tudtuk, mi lesz egy hét múlva. Így van. Ezért akkor a vezetékes telefonja már nagyjából volt az embereknek, mert előtte két évvel fölépítették a szombathelyi telefonközpontot. Ez egy nagyon modern telefonközpontnak számított, a Kokom listáról lekerült Magyarország, egyből lett egy telefonközpont. Ez nagyon fontos volt, mert... Tiltólista volt. Tiltólista volt, így van, ez korszerű elektronikai termékekre vonatkozott. És a lényeg ennek az volt, hogy tudtuk egymás telefonszámát, tehát viccesen azt mondhatnám, hogy a szombathelyi rendszerváltást úgy kemény 40 ember vitte végbe, tényleg nem sokkal többet mozgatott meg aktívan. Meg hát akik még rásegítettek plakát, stb., akkor is 100 fő, több nem. Azért egy 90-es város volt akkor, hogy körülbelül. És akkor tudtuk ahogy a számokat, és volt egy ilyen lánc. Ezt úgy nevezték, hogy telefonlánc, az Ádám Károly dolgozta ki. És az volt a lényeg, hogyha gondban bárkit elvisznek. Tehát ha megáll az autó, abban a pillanatban annyi ideje a feleségének, családjának, gyerekének legyen, hogy a másik számot fölhívja. És abban a pillanatban ezt tudtuk volna csinálni, ugye ebben bíztunk, hát ugye most utólag mondom, nem de tudom. De akkor lehet, hogy ott volt az összecsomagolt bőrönd. Meg voltak az aktivisták. Sarokban? Nem, abban bíztunk, hogy az emberek kitódulnak. Na, az lett volna. Ez volt. Kitódulnak az utcára, hogy mit XY-t elvitték, igen, mondjuk. Megakadályozzák. Hogy megakadályozzák. Tehát akkor valóban, ha oda kimegy 10 000 ember a főtérre, az lett volna a forradalom. Igen. Ez, amire az Antal mondta, de olyan volt a helyzet, hogy lehetett volna kivinni az embereket az utcára? Mit gondolsz? Mert említetted, hogy hát egy ilyen szituációban ki lehetett volna vinni az embereket? Mert akkor már a hatalom... Na jó, de ti erre alapoztatok, ahogy fogalmaztál, de lehetett volna? Nem lett volna más választás. Hát nem voltak fegyvereink, nem voltunk szervezettek, nem voltak, hát a fele nem volt katona, mit tudom én. Tehát ott azért szembeálltunk egy nagyon kemény forradalmi rendőr. Volt annyi elszánás, volt annyi, ha úgy tetszik, forradalmi hangulat, hogy mondjuk én most, mivel nem tudom, Kozma Gábort éppen viszi a nagy fekete autó, akkor én most kimegyek az utcára. Nem tudom. Ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, ami 30 éve levegőbe lóg. Kiment volna Szombathelyen akkor 10 000 ember azért, hogy megvédje azt a százat, aki a rendszerváltásnak akkor az érharcosa volt? Nem tudom. Te mit gondolsz történni? Szerintem nem. Ez én ezzel teljesen egyetértek, hogy valójában ez az egész 89-90, amely ezután persze folytatódik az országgyűlési választásokkal, majd ősszel a helyhatósági választásokkal. Ez valójában ez inkább a társadalom egy részének. Egy nagyon meghatározható és jól körülhatárolható, hogy a Gábor mondta, körülhatárolható részének. Elitte. Nem mondom, hogy kizárólag az övék volt, de hogy ők hajtották végre, és nagy valószínűséggel, ha szükség lett volna, hogy valamiféle, ha úgy tetszik, szélesebb bázisra, vagy ha úgy tetszik, népi támaszra lett volna szükségünk, valószínűleg ezt nem kapták volna meg. Azért ez egy érdekes külön műsor témája lehetne, hogy lett volna érdeke egyáltalán, akár gazdasági, ahogy fogalmaztál, érdeke mondjuk a kisembernek, a közembernek. Nem tudhatta, ekkor már persze, 89-90-ben már mindenki érezte, hogy valamiféle változás lesz, csak a változástól egyébként az emberek legalább annyira félnek, mint a változatlanságtól. De tudjuk, hogy az emberi természet sajnos olyan, hogy jobb a változatlan rossz, mint az esetleg változással előkerülő jó, vagy aminek az esélye van csak meg. Hát ez itt van kérdés. Ebben az ellenzéki kerekasztalos, szombathelyi ellenzéki kerekasztalos megfogalmazásban is az utolsó pontban beszélgettünk erről az adás felvételét megelőzően, hogy ezért itt is benne volt egy kicsit ez az óvatosság, nem csak a szövegezésben, hanem abban is, hogy akár ne épüljenek be olyanok az ellenzéki kerekasztalba, akik bomlaszthatják a rendszert. Nagyon ráhibáztál valamire. Ugyanis az ellenzéki kerekasztal megalakulása után pár hónappal az Ilyen Gyula kör tagságát felfüggesztette a három párt. Arra hivatkozva, ez akkor egy nagy polémia volt a helyi sajtóban, arra hivatkozva, hogy az Ilyen Gyula kör vezetőségével, illetve a tagsága között
volt MSZNP tagok szerepelnek, ami egyébként igaz is volt, ez teljesen így volt. Ezt mindenki tudta, az alapszabályok, akkor kimondtam, amikor megalakultunk, hogy mindenkit várunk, aki az alapszabályt elfogadja, és változtatni akar az addigi rendszeret. Nem kötöttük ki, mi nem tiltottuk ki az MSZNP tagokat, sőt, őszinte legyen. A reformszocialistákról az előző adásban, és azok voltak a veszélyesek, akik úgy jöttek hozzánk, mint forradalmárok. Na, azok voltak az igazán veszélyesek, mint később megtudtuk, mert ők voltak a spiclik. De ezt hagyjuk. Hanem a legszebb az egészben, de nem mondok nevet most, és ezért hibáztál, hogy ami, akiért konkrétan a tagságukat felfüggesztették, az az ember most ebben a pillanatban egy nagy, megbecsült forradalmár. Beszéljünk még akkor erről a Vörös Alkony című könyvről, Kozma Gábor írása, Vas megye 1988-1990. Beszélj róla egy kicsit. Miért volt ez is úttörő munka? Hát tényleg nem akarom magam fényezni. Ez egyetlen könyv, amely a rendszerváltás idején riportkönyvé született. Volt a Fekete doboz, ugye? Ezt igen, nem mondom, tetted, ami Pesten főleg rögzítette az eseményeket és nagyon nagy szolgálatot tett. Senki, ez is jellemző egy kicsit azért a szakmánkra is. Tehát senki nem írt ilyen jellegű riportkönyvet akkor. Ebben a könyvben a Pocsgaitól kezdve, a Grósz Károlyra át, a Sikos Lacin keresztül, a Fodor Sanyig, mindenfajta interjút el tudtam készíteni. Örültek, ha nyilatkozhattak, egyszerűen azért, mert erről így akkor senki nem kérdezte őket. Írtak róluk, volt a Reform, meg egy csomó újság. 1991-es megjelenés. Igen, megjelenés, de a felvételek az a 90-ben történtek. Maga az is, hogy hogy adták ki, az is egy külön regény története lenne. Tehát amire igazán büszke vagyok, és ez történelmi tény, hogy a rendszerváltás, tehát 88-90 alapul véve az egyetlen könyv, ami született. Utólag aztán 3000, de az már utólag. Köszönöm szépen a beszélgetést. A műsoridő végére értünk. Nagyon izgalmas volt ezeket a történelmi eseményeket, aminek hát többen a részesei voltatok, mi pedig még, hát én azt hiszem középiskolásként éltem végig ezeket az eseményeket, de hát ez innen nézve is egy izgalmas fejezete a magyar történelemnek. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, szép estét, viszontlátásra! Nem kérdem én, meddig járnak meg köztünk, szemfordató hamis papok. Csak annyit kérdezek, a válaszra várva. Rabok legyünk, vagy szabadok!